Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A nevem Redrock, és szeretnék nektek segíteni abba, hogy és hogyan tudjátok megcsinálni azt, hogy tudjatok az ETS 2-vel a magyar mappon játszani. Többen kértétek, hogy segítsek nektek meg, hogy csináljak róla videót, hát most akkor ezt megteszem. A lényeg az, hogy kezdjük el az elején. Ugye le van töltve, fel van telepítve az ETS 2 játék, ugye ezt nem fogom bemutatni, ez megvan. A lényeg az, hogy utána fel kell menni egy oldalra, a Restakár oldalára, ugye, ami www.restakar.hu oldalra felmentek, és akkor oda be kell regisztrálni, és akkor ott utána ott lesz, hogy a letöltésekbe, Balázska. A letöltésekbe ott lesz, hogy Hungary Map. Ugye ezt le kell tölteni, utána ki kell csomagolni, és akkor mindjárt fogom is nektek mutatni, hogy az hol van. Itt van, ugye letöltöttem, kicsomagoltam, és akkor fel is fogjuk azt az ablakot nektek nyitni. Na, ugye kicsomagoltátok, abba találtok három darab SCS fájt, ugye ez a Hungary Base, Hungary Def és a Hungary Model SCS fájl. Ezt a háromat ki kell másolni, ugye kijelölitek, és akkor másolás, és akkor utána be kell másolni a dokumentumok Eurotrack 2 módok mappába. És akkor ugye ide be kell másolni, és hogyha ez megvan, akkor fogjátok tudni folytatni tovább a dolgot. Ugye mondtátok, többen jeleztétek, hogy nem sikerül megcsinálni, nem indul a játék, stb. Stb. Na, oké, és akkor ugye ez megvan, akkor ezeket ugye be lehet zárni, ezek már nem kell. A többi fül az majd azért kell, hogy majd abba is fogok nektek segíteni egy kicsit. Na, akkor gyorsan elindítom a játékot. El van indítva a játék. A legelső az, hogy új profilt kell csinálni. Hogyha megvan a ezt rákattintottatok, módkezelő, és a módkezelőbe akkor azt a három SCS fájt, az be kell rakni, def, modell és a base. Így. Teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben vannak, a lényeg az, hogy benne legyen. Def, base, modell. Oké. Okay. Utána ezt ugye elfogadjuk, és akkor itt lehet állítani a dolgokat, ugye valamit kiválasztotok. Most csak random valamit berakok, meg ugye név is csak valami oro, oké, és legyen az, hogy test map, és akkor itt, ami nagyon fontos a játékmodulnál, hogy a Hungarit kell kiválasztani. Ugye ez megvan, létrehozás, ugye, akkor már neked a magyar mapot fogja beadni. És ugye itt akkor már ki tudod választani, hogy melyik városba szeretnél lakni. Akár itt van Almás fűzítő, teljesen mindegy, Bodajka, nézzétek meg, Enying. Na, kipróbáljuk, bevegyük most egy Enyingbe, nem fogunk fuvart levinni, csak megmutató, hogy működik. Na és akkor látjátok, itt vagyunk benn, tehát itt vagyunk a magyar mappon. Azt mondom, hogy indítsa be meg ilyeneket, most nem akarunk ilyenekkel foglalkozni. Na látjátok, a lényeg az, hogy működik minden, tehát benn vagytok a magyar mappon, így kell berakni egy magyar mappot. Na, ebből kilépünk, és akkor ugye ez már működik. Na és akkor ugye láttátok, hogy működik a magyar map, most még egy kis segítséget fogok nektek mutatni, vagyis hát sokan nem ismeritek, de azért lehet, hogy ismeritek, megmutatom. A lényeg az, hogy van ez az a Truxbook, ami ugye egy ilyen applikáció, ahol tudsz saját céget csinálni, meg nyomon tudod követni, hogy mennyi fuvart vittél le, mennyit kerestél, stb. Stb. Mennyi volt a bevételed, mennyit fizettél mondjuk itt nekem. Várjatok csak, itt a vezetési napló, ugye itt mutatja azt, hogy milyen fuvarokat vittem le hova,
és ugye ebben benne van teljes Európa, ugye amiket nincsenek zászlók, ugye az mint Magyarországon vittem, ugye a többinél megmutatja, hogy melyik országokba. Ugye itt mutatja, hogy mennyi volt a büntetésem, mennyit tankoltam, stb. Stb. Na, és ugye ezek megvannak, ugye ugyanúgy itt kitudod, hogy LTS2, ATS, ugye ATS-be is levittem egy pár fuvart, hát nem nagyon sokat, de mindegy. Na és akkor ugye itt van egy applikáció, amit le kell tölteni, ha letöltöttél, főtelepítetted, elindítod, akkor kapsz egy ilyet. Ugye itt hozzá lett, vannak ilyen három fül, amihez hozzá tudod adni a játékot. És ugye a lényege az, hogy ugye itt akkor ki fogod keresni, hogy hova telepítetted, ugye itt van nekem a Steam, Steam Apps Common, Eurotrack 2, Bean, és akkor itt a 86, és akkor az Exe. Ugye arra rámész, ugye megnyitás, és akkor ugye azt ide neked beteszi. Ugyanúgy, hogyha LTS-ed van, ugyanúgy, mint a multit. Ugye a multit, ugye azt is föl kell telepíteni, ugye oda is be kell regisztrálni, ugye ez a trackersmp.com, ugye oda be kell regisztrálni, ez így nem adja be, de beadja, ugye ide is be kell regisztrálnod, és akkor utána, mikor megvan a profilod, akkor a World of Tracks-os profilodnak a linkjét, tehát ezt a linket, igen, ezt a HTTP-t, ezt ide be kell másolnod a profilodhoz. Hát, hogy hol a profilom, azt most nem tudom, de igen, tehát ott fogja kérni a, hát csak a setting, aha, tehát itt van egy olyan rész, hogy World of Tracks, és akkor azt a linket, ezt ki kell másolni, és akkor oda be kell tenni, és akkor onnastól kezdve fog élni neked a multiplayered. Oké, az megvan. Ugye a World of Tracks az itt van, ugye arra is be vagy regisztrálva, be kell írni, stb. Stb. És akkor onnastól kezdve ez is működik. Rendítsek akkor már, ezek se kellek, ugye még itt van ez, na és akkor ugye van a feltelepített dolog, és akkor ugye itt akkor be tudod rakni a dolgokat. Ugye mindegyiknek az exéjét ide be tudod rakni. Ugye a multiplayert azt külön kell, tehát külön mappába kellett telepíteni nekem. Most nem akarjuk elindítani. Itt a keresés, ugye én nekem úgy lett, hogy simán a C-be lett, és akkor nem is tudom, az hova lett. Ja, de igen, itt van. Ez a C, a Trackers MP, és akkor ott van a Launcher Exe, az lett berakva. Úgyhogy ezek megvannak, kész, és akkor utána a lényeg az, hogy innen kell indítanod mindig a játékot, hogy neked utána regisztrálja itt a fuvarjaidat. Tehát, hogyha simán Steamből elindítod, akkor nem fogja neked regisztrálni a fuvarokat, és akkor innestől kezdve már nem fogjátok, tehát nem fogja mutatni azt, hogy hány fuvart vittél-e, meg ilyen apróságokat. Na, hogyha ez megvan, mondjuk igen, és akkor utána mondjuk szeretnél cégekhez csatlakozni, vagy például hozzám szeretnél csatlakozni, és nem fogod tudni, hogy hogy kell, de viszont ez a videó alá beteszem majd a linket, úgy lehet csinálni, hogy itt van vállalkozások listája. Ugye én Angliában élek, tehát angliai cégem van, tehát Angliába kell keresni, és elég az beírnotok, hogy RR. Ha azt beírjátok, akkor már itt fogja kiadni a 19. helyen a cégemet, és akkor arra rámész, és akkor itt hozzá tudod adni magadat. Jelenleg hárman vagyunk tagok a cégbe. Hogyha szeretnél hozzánk tartozni, akkor nyugodtan csatlakozhatsz hozzánk. Nagy elvárásaik nincsenek, a lényeg az, hogy azért ahány nap van, ahány munkanap van egy hónapban, annyi fuvart legalább vigyél le. Más elvárások nincsenek, körülbelül ennyi. Fogunk csinálni konvojokat, amiket a Facebook oldalon fogok majd kiírni előre, hogy melyik városba, mikor és hol találkozunk, és onnan indulunk. Na, ennyi lett volna ez a rövid kis tutoriál nektek.